Több tucat járatot töröltek, és több ezer utas rekedt a Genfi repülőtéren az ügyfélszolgálati dolgozók munkabeszüntetése miatt. Körülbelül ezer reptéri alkalmazott tiltakozott így a bérek befagyasztása ellen. Svájc második legforgalmasabb repülőterén minden járatot töröltek reggel 6 és 10 óra között, ami mintegy 8 ezer utast érintett. Svájcban nagyon ritkák a munkabeszüntetések, mivel csak egy hosszú egyeztetés után lehet sztrájkot hirdetni. Ami jelenleg mindenhol történik, az a költségek növekedése. A munkavállalók esetében a bérleti díjak, az egészségügyi díjak, az infláció, nyilvánvalóan az árak emelkedése, mondja a Svájci Szakszervezeti Szövetség vezetője. Egyre nehezebben tudjuk a béreket a megélhetési költségekhez igazítani. Ilyen körülmények között a bérmechanizmusok megtámadása, vagyis a bérek csökkentése, amikor a vállalat profitot termel, nyilvánvalóan ellenállást vált ki. Hosszú tárgyalásokat követően péntek késő délután megszületett a megállapodása a dolgozókat képviselő szakszervezet és a reptérvezetősége között. Így szombatra helyreáll a rend a Genfi repülőtéren.